ma kimegyek az utcán, és ez valakinek egy bármilyen NB1-es, vagy NB2-es, sőt, akár NB3-as futballistának is elmesélem, akkor azt hiszem, hogy én szórakozok, hogy egy Ferencvárossal ez tudott megtörténni, a játékosokkal, akik második helyet érnek el, akik Európa Liga csoportkörbe szerepelnek, hogy volt egy játékos, aki a pályáról vitte haza a PK-rút, amit szponzortól kaptunk. Szóval ezek olyan ezt megélni, szóval én ezt nem kívánom senkinek. Újra Dobban a Fradi Szív itt a 9 TV-n. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Varga Dávid vagyok. Mai vendégünk a 2000-es évek elejének Fradiának egyik meghatározó saját nevelésű futballistája, aki kétszer ünnepelhetett bajnoki címet a klubbal, aztán Angliában több csapatnál is kipróbálhatta magát. Gyepes Gábor ül itt velem szemben. Szia Gábor! Szervusz! Mit szólnál, hogyha egy kis agytornával, egy ilyen asszociációs játékkal kezdenénk, hogy én mondok neked szavakat, te meg rábököd az első kifejezést, ami eszedbe jut. Hét elején talán jobban fognak az agytekervények. Na tegyünk egy próbát. Na figyelj, B-közép. Hú, tényleg klasszikus 12. ember. Páncsics Miklós. Köszönet. 2001. Egyik legszebb évem. Öngól. Játék része. És akkor legyen a végén mondjuk egy MTZ Ripo Minsk. Utolsó mérkőzés. Igen. Na hát nem véletlenül születtek meg nyilván ezek a kifejezések, majd picit ezeken keresztül is fogunk végigmenni a karriereden. Elsősorban a Ferencvárosnál töltött évedre leszek kíváncsi, és az sem véletlen, hogy a B-középpel kezdtünk, hiszen ha jól tudom rólad, akkor a családod fradista volt, és te már egészen korán belekóstoltál a lelátói életbe. Igen, egy édesapám révén voltam úgymond így fradista, vagy lettem fradista. Ő meg ugye az édesapja ugye révén, és mindig mesélték, hogy milyen mérkőzéseken voltak kint, leginkább a kettős rangadókról meséltek sokat. És aztán, amikor én elkezdtem focizni, viszonylag korán, ugye 6 évesen, ugye először labdaszedőként voltam fradi meccsen, és ott is döntöttem el, ha lehet ilyet mondani, hogy nem tudom, egy 7-8-9 éves gyerek, hogy eldöntő, hogy mondjuk mivel szeretne foglalkozni. Egy ilyen villanyfényes mérkőzés alkalmával olyan hatással volt rám az a közeg, hogy én ott döntöttem el, hogy én ezt szeretném csinálni, hogy én itt akarok játszani, és ez így máig él bennem ez a kép, hogy ott állok a pálya szélén. Nem a B közép előtt, mert ugye oda a kicsik nem mertek, mindig a nagyok, a rutinosak mentek, de ott az oldalon a mellett helyezkedtünk el, és ez mindig egy örök élmény volt bennem minden egyes alkalom, hogy nekem ez megadatik, hogy én labdát szedhetek a nagyoknak. És ugye aztán ez később ugye az párosult az, hogy bérletünk volt ugye a lelátóra, édesapámmal jártunk meccsre. Többször is előfordult, hogy nem tudtunk a saját helyünkön ülni, picit késő érkeztünk, és csak megmondták, hogy hát akkor ide ma nem ülsz le, mert ez már foglalt. Édesapám meg nem harciaskodott, és nem szállt vitába, hanem akkor ugye állva néztük végig a mérkőzéseket, de nagyon-nagyon jó volt, szóval nekem ez így mindig a gyerekkoromat eléggé meghatározta. Talán nem is tudják sokan a szurkolók közül, hogy akkortájt, aki figyelte az utánpótlás labdarúgást, az úgy emlékezhetett, vagy úgy emlegette Gyepes Gábort, hogy majd a Fradi következő nagy gólvágója, hiszen te ugye akár még házi gólkirály is voltál, hogyha jól tudom az ifiben. Ez hogy alakult ki? Érdekes, nagyjából a kapusposztot leszámítva minden poszton szerepeltem az utánpótlásban. Amikor elkezdtem, akkor csatárként kezdtem. Utána volt hogy kitaláltam, hogy én most akkor én középhátvéd leszek. Akkor középhátvéd voltam. Akkor utána volt egy edzőm, a Simél László, ő az, aki úgy középpályán elég sokat szerepeltetett, és nagyjából mindegyik poszton, ott is volt, hogy ugye középső-középpályás játszottam vonal mellett, de hát azért az én gyorsaságommal lehetek úgymond nagyképű, az én gyorsaságommal nem éreztem, hogy az lesz nekem a végső poszt,
És aztán hogy szép lassan úgy visszatértem egy ifibe, hogy megint a középpálya, akkor utána játszottam csatárt, ott ugye rúgdostam a gólokat, akkor maradok csatár, és végül, amikor felkerültem a junior csapatba, akkor így ugye a Pálcsics Miki bá, hát mondjuk így javaslatára, meg visszaúztak úgymond ilyen, hát akkor ugye beállós volt, mert nem játszottunk még ilyen vonalvédekezést, hanem ez a ugye jobb hátvéd, közép hátvéd, bal hátvéd, és akkor volt egy beállós nevezető poszt, az volt végül is a mai klasszikus védekező középpályás pozíció, hogy játszak ott, és akkor ott kezdtem el ugye játszani, és végül a felnőtt csapatba felkerülve, és először ugye még ezt a védekező középpályás pozíciót játszottam. Ugye az interjú elején Páncsics Miklósra azt mondtad, hogy köszönet, ezt picit ki tudjuk fejteni, mit köszönhetsz neki? Hát leginkább azt, hogy nem mentem el kölcsönbe, hogy nem engedtek el kölcsönbe, hiszen az ember, ugye amikor fiatalon felkerül bármilyen csapatba, akkor alapból szerintem nehezebb dolga van. A Fradinál szerintem ez hatványozottan igaz, és ugye nekünk a Csank János volt, nekem lehet azt mondani, hogy az első edzőm ugye a felnőtt csapatnál. Ugye előtte mutatkoztam be az első csapatba, de nála volt, úgymond lehet, hogy az első egész ugye szezonom, és hát ugye róla mindenki tudja, hogy úgymond nem rajong a fiatal labdarúgókért. Természetesen nem is a korral van a baj, hanem ugye a rutinnal. Ugye ő nem szeret zsákba macskát játszani, nem szerette váratlan dolgokat, és ugye azt vallja, hogy ugye a fiatal labdarúgó az még ugye az formálni kell, az egyik nap még így játszik, a másik nap úgy, elég ugye kileng a teljesítménye, és neki ez volt úgymond, hát lehet azt mondani, hogy problémája, nem hiszem, hogy amúgy egyébként ez egy probléma, neki ez volt ugye a fociról alkotott ugye véleménye, és emlékszem, ott minden fiatal játékossal kapcsolatban felmerült az, hogy kölcsönbe fog menni, és nekem mindig ugye a Páncsics Miki volt. Hát lehet azt mondani, hogy mentorom, hogy ezt nem engedte, és akkor maradtam így a csapatnál, és aztán hát, és lehet azt mondani, hogy többi meg történelem. Ugye nagyon kemény ember volt, aki ismerte, ritkán látta szerintem mosolyogni, vagy jó üzen nevetni, pláne munka közben. Ugye édesapámtól tudom, hogy egy nagyon határozott és kőkemény védő is volt, és édesapámnak volt ez a véleménye, hogy talán így valahol így magát látta úgy bennem, mint következő olyan játékos, aki így a védelemben tud majd olyan teljesítmény nyújtani, amit akár ő szeretne látni. Hát és ahogy már említetted, azért rendesen belekerültél a közepébe ezzel a 2000-2001-es szezonnal, hiszen rögtön egy bajnoki címet tudtatok ugye ünnepelni. Hát én nem tudom, nem jöttek így nagyon hirtelen ezek az ingerek? Egy 19-20 éves fiatal játékos bekerül a csapatba, aztán gyakorlatilag a vége felé már tényleg meghatározó játékosa lett annak. Pláne úgy, hogy ugye ez nem egy rajtszélgyőzelem volt, igen, a bajnokságot tekintve. Nem hiszem, hogy túlzásként mondom, hogy megjártuk ugye mind a poklot, mind ugye a mennyet. Szerencsére a sorrend az megfelelő volt, és először jártunk a mélyben, ott a pokol bugyraiban, és a végén kerültünk föl a tetejére. Az egy nagyon, nagyon mozgalmas és tényleg embert próbáló ugye szezon volt. Ott mindenki megtapasztalhatta azt, hogy milyen fradi futballistának lenni, mind akár negatív oldalról is, mind pedig pozitív oldalról is. Nekem így végül is, én az egészet úgy fogtam föl, hogy az első évem, hogy sokat tudtam játszani, egyre többet tudtam játszani, és ugye egyre jobban is. Nekem ez az első év azért ez meghatározta szerintem a későbbi éveimet, hiszen nem volt, nem tudom azt mondani, hogy úgymond lépésről lépésre szagoltam bele az NB1 levegőjébe, hanem tényleg, ahogy említetted, úgy nagyjából picit úgy dúra közepébe, és nagyjából nem volt időm azon gondolkodni, hogy mi a következő lépcsőfok, hanem hirtelen ugye jöttek ugye történtek az események, jöttek a lehetőségek, ugye hirtelen ott álltam magam ugye az utánpótlás válogatottba is,
és nem túlzás azt jelenteni, hogy elég sok sikert úgy értem el, amit én végig sikerként könyveltem el. Debrecen-Ferencváros, ugye utolsó meccs abban a szezonban, ez így a, én nem tudom, már rögtön tényleg az első év, de ez egy karrier csúcsélmény, vagy valami legfelső polc, nem? Biztos, hogy ott szerepel a legfelső polcon, hiszen így, hogy végülis ahonnan indultunk, ahonnan kezdtük a bajnokságot, és amiket átéltünk menet közben, hogy a végére úgy ki tudtunk egyenesedni, hogy ott voltunk, lehet azt mondani, az aranyérem kapujában, szóval végig is félig már tartottuk a kezünkbe. Nem is kellett sok ahhoz, hogy ugye mi legyünk a bajnokok. Ráadásul, ahogy már említettem, hogy egyre jobb és jobb teljesítményt tudtam nyújtani, és az, hogy nem voltam még 20 éves, az első egész szezonom volt, és bajnok csapat tagjának vallhattam magam, ráadásul az utolsó meccsem gólt is rúgtam, jól is játszottam, legalábbis én úgy emlékszem, hogy egy nagyon jó mérkőzésem volt. Nem hiszem, hogy van olyan futballista, aki ezt a legfelső polcra tenné, pláne úgy, hogy ugye nekem a Fradi voltam minden, és ott jártam végig a ranglétrát, jutottam az első csapatig, fiatal játékosként ilyet megélni, szerintem az egy olyan élmény, amire szerintem valószínűleg akkor is emlékezni fogok, amikor már viszonylag demenciával fogok küzdködni. De szerintem valahogy így az így belém égett ez a mérkőzés. És hát ugye enyém a világ. Mi van ilyenkor egy fiatal játékos fejében? Például, hogyha majd hogy a karrierjére tekint előre, hogy rögtön itt vagyok elsőben, bajnoki cím, tényleg határa csillagoség? Nem tudom, én egyébként ilyen szerény embernek tartom magam, én nem volt bennem olyan, hogy akkor most érezzel a hajam, és akkor megérkeztem, és nem foglalkozom a jövővel, hanem ilyenkor valahogy ugye saját magamnak is azt a bizonyos lécet ugye maga feljebb tettem. Ugye nem csak én, ugye úgymond a szakma is, szóval hogy az elvárások is megnőttek, hirtelen már nem az volt, hogy na, itt van egy fiatal játékos, aki egy szezonon van túl, hanem van egy játékos, aki a bajnoki csapatnak, én úgy emlékszem, hogy azért viszonylag stabil tagja voltam, nem is az első játékos, nem velem kezdődött a csapat, de valószínű, hogy nem is az utolsó. És jöttek úgymond az elvárások, hogy akkor következő évben ennél még többet kell majd mutatni. Amivel nekem nem volt semmi problémám, hiszen azt csináltam, amit ugye szerettem, amiért is elkezdtem ezt az egészet. Aláértem ugye a profi szerződésemet, komoly játékosokkal is együtt tudtam futballozni, ugye aztán, ahogy mentünk előre az időbe, ugye akkor nemzetközi kupaporon, szóval itt hirtelen ugye betört úgy minden ugye az életembe, amiről addig csak ugye álmodoztam, vagy akár csak a tévében követhettem figyelemmel. És ez rám, én úgy érzem, hogy pozitívan hatott, mert ugye ezért dolgoztam, és úgy voltam vele, hogyha már itt vagyok, akkor innen tényleg csak fölfelé vezet az út. És a válogatottság is például ugyanúgy ott lebegett a szemem előtt, hogyha ezt a teljesítményt tudom nyújtani, akkor előbb-utóbb ugye az is ugye majd megtalál. És megtalált még egy bajnoki cím, ami ugye a sérülések miatt kevésbé, amiben a sérülések miatt kevésbé volt részed, de hát a vége felé a legmeghatározóbb időszakban az utolsó 4-5 meccsen azért már végig játszottál. Abból az emiatt, hogy sérüléseid voltak, mennyire marad meg pozitív élményként, annak ellenére, hogy mégis azért hát megvan a bajnoki cím, és tényleg egy óriási ünneplés volt utána. Igen, hát annyira maradt meg bennem pozitív élményként, hogy olyan érzésem volt, legalábbis ugye, amikor visszaemlékszem rá, mintha az egész szezonban játszottam volna. Szóval ugye azért mindig azért a végén ugye ott lenni, az egy nagyon jó élmény. Például van ugye a Pénzcsináló című film, amivel ugye az a Billy Bean nevezető általános menedzser, erről ugye úgy végződik a film, hogy még mindig azt hajt, hogy az utolsó meccset megnyerne a szezonban. Szóval addig nem is sikeres egy szezon, ameddig nem nyered meg az utolsó meccset. És én az én olvasatomban ezt meg úgy fordítom le, hogy ott voltam a bajnokság végén,
ugye annak az évnek is a legmeghatározóbb időszakában. A sérülésem után ugye játszani tudtam, és bajnoki címet tudtunk ünnepelni. Ez bennem egy olyan érzést kelt, mint hogyha tényleg végigjátszottam az összes mérkőzést, pedig tudom, hogy ugye nem, de valahogy ugyanúgy egészként tekintek erre az aranyéremre is, ugyanúgy, mint az elsőre. De hát hiába jött az aranyérem, meg hiába jöttek a hazai porondon a sikerek, sőt a nemzetközi porondon is, ugye, bár a Szlávia, a Sparta meccs ugye beugrik az embernek, az is nagyon kevés a múlt utána azért az UEFA kupa csoportkör az összejött a csapatnak. Emellett a pénztelenség az mennyire volt napi téma már ekkor, tehát az öltözőben? Hát sajnos eléggé. Szóval az az időszak, az egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt a legtöbb játékos számára. Nekem olyan szempontból nem volt problémám, hogy azért nekem egy erős ugye szülői hátterem volt, és igazából nem voltam arra rászorulva, hogy nem tudom, kölcsön kéregessek, mint például nagyon sok játékos. Szóval akkor, amiket mi akkor megéltünk, az a mai, akár ma kimegyek az utcán, és ezt valakinek egy bármilyen NB1-es, vagy NB2-es, sőt, akár NB3-as futballistának is elmesélem, akkor azt hiszem, hogy én szórakozok, hogy egy Ferencvárossal ez tudott megtörténni, a játékosokkal, akik második helyet érnek el, akik Európa Liga csoportkörbe szerepelnek, hogy volt egy játékos, aki a pályáról vitte haza a PK-rút, amit szponzortól kaptunk. Ezek olyan ezt megélni, szóval ezt nem kívánom senkinek. Egyszerűen mi úgymond, lehet azt mondani, hogy csapdában is voltunk, mert úgymond ugye nagyon elmenni nem tudtunk máshova, nem is akartunk igazából. Mi itt szerettünk volna normális körülmények között jól teljesíteni, de erre ugye a vezetők valamiért inkább nem úgy tekintettek, hogy segítsenek rajtunk, hanem ezt ki is használták, és mindig úgymond ilyen kicsit lelki terror játékot használtak és játszottak, hogy csak akkor fognak megoldódni a dolgok, hogyha mi partnerek vagyunk az ő tevékenységükbe, és ezért alakultak úgy a dolgok, hogy több mint egy évig nem kaptunk fizetést. Hát és hát sokáig azért partnerek voltatok, de nyilván a végtelenségig nem lehet elmenni. Mindez oda torkolt, hogy 2005 nyarán ugye a Magyar Labdarúgó Ligához kellett fordulnod azért, hogy te szabadon igazolhatóvá válj. Nyilván ott 24 évesen már eljött az idő arra, hogy kipróbáld magad külföldön. Hogy volt pontosan ez a történet? Ez a történet, ez úgy van, hogy ez is természetesen, ugye a bulvár úgy jött ki, hogy én bepereltem a Ferencvárost, hogy én rosszat akarok a Fradinak. Én nem akartam sem beperelni a Ferencvárost, nem is pereltem be, rosszat sem akartam a Ferencvárosnak, hanem szimplán nekem annyi volt a kérésem a Ferencváros felé, hogyha jön egy megfelelő ajánlat, vagy ha jönne ajánlat, hogy mi lenne az összeg, amire a Ferencváros engem elenged. Én ennyit kértem a klubtól, ők meg erre nem voltak hajlandóak, és azt mondták, hogy úgysem mered beperelni a Ferencvárost. Szóval ott is az volt, hogy visszaéltek azzal, hogy én akár saját nevelési játékos vagyok, hogy én fradista vagyok, hogy én úgysem akarok elmenni, vagy minek mennék el, és ezt úgymond ellenem fordították, és én úgy határoztam, hogyha a Fradi, legalábbis a vezetői nem korrektek velem szembe, akkor nekem sem kell úgymond tekintettel lennem rájuk, és megpróbálom azt a lépést megtenni, ami talán úgymond így első szempontból, ami mégsem az, hogy úgy jogi útra terelem és beperelem őket, hanem megteszem az első lépést, hogy ugye a ligához fordulok, és úgymond segítséget kérek tőlük, és ami végül ugye amiből nem lett úgymond így bulvár, de én ugye ebből nem lett úgymond jogi dolog, hanem ebből az lett, hogy mi meg tudtunk állapodni a Fradival, és a Ferencváros engem eladott, amiből ugye pénzhez jutott.
Wolverhampton Wanderers, ugye angol másodosztály, és én ilyenkor mindig nagyon kíváncsi vagyok a közlegek összehasonlítására. Most kezdjük talán egy olyan faktornál, hogy a Fradival kapcsolatban rendszeresen lenyilatkozzátok, hogy amikor itt játszottok, akkor mindig a 100%-ot kell nyújtani, már csak azért is, mert az aktuális ellenfélnek mindig az év mérkőzése, hogyha a Fradi ellen játszhatna. Most kikerültél az angol másodosztályba, egy végül is a feljutásra pályázó, vagy hát, hogy benne volt a feljutásra csapatban. Ez a nyomás ott változott, vagy valami szinten más abban a mezben játszani? A nyomás nem változott, sőt, ott ugye a leghétköznapi mondjuk felkészülési meccsen is ugye ugyanezt a 100%-ot kellett nyújtani. Tehát mondjuk egy felkészülési meccsen, amit mondjuk közel a bajnokság kezdetéhez játszottunk, kint volt nem tudom 15 ezer ember a stadionban, amúgy itthon elképzelhetetlen volt, hogy egy felkészülési meccsre akár jegyet kell váltani, meg venni kell, meg ugyanaz a felhajtáson ugyanúgy készülünk egy barátságos meccsre, mint egy bajnokira. Meg hát ami ugye az volt, hogy egy érdekes dolog, hogy másodosztályról beszélünk, de az a Wolverhampton, az tele volt válogatott futballistákkal. Velszi, skót, ír, koreai, magyar válogatottal, és azért az nem egy személy hétköznapi dolog, hogy egy másodosztályi csapatban rengeteg válogatott játékos játszik, pláne úgyhogy például ugye mi edzünk, ugye Glenn Hoddle volt, aki meg ugye volt szövetségi kapitány, szóval nekem ilyen szempontból nem volt változás, hogy nem okozott plusz munkát, hogy a mérkőzésekre ugye ugyanúgy kell készülni, mint mondjuk a Fradiban. Hát ez ugye nem okozott meglepetést akkor, de mondjuk a közeg, az infrastruktúra az teljesen más világ volt? Ugye ez ideig nem volt neked összehasonlítási alapot, hiszen csak a Fradinál voltál. Szerintem, hogy az infrastruktúra sokkal jobb volt. Mondjuk, hogy mondjam, az állam nem esett le, azért mert mondjuk volt három füves pályájuk egymás mellett, de természetesen azért az egy hatalmas segítség, hogy nem egy pályán edzünk, és hogyha mondjuk az elhasználódik, akkor majd várjuk, hogy majd jó idő legyen, és valamikor majd megcsinálják, hanem mindig van olyan pálya, ami lehet edzeni, tudjuk váltogatni őket, és az mondjuk segítség. A kiszolgáló személyzet ott volt nagyon nagy különbség, szóval nagyjából minden feladatra külön ember volt, de ez csak az, én lehet azt mondani, hogy kényelmi szempontokat figyelembe véve volt különbség. Az tény is való viszont, hogy azt meg tudom, azt alá tudom támasztani, hogy az edzések intenzitása az ott volt tényleg egy nagy különbség, meg ami szerintem nagyon fontos és nagyon meghatározó, hogy versenyhelyzet volt a csapatba kerülésért. És engedd meg, hogy pár évet átugorjunk, ugye az angliai karrierben voltak azért jó periódusok, és a sérülések miatt néhány rosszabb is, de aztán elérkezünk a 2010-12-es évszakhoz, vagy évekhez, amikor benne volt a pakliban, hogy visszatérje a Ferencvároshoz, ami aztán mégsem jött össze ilyen-olyan okoknál fogva erre. Hogy emlékszel vissza? Picit talán, mint el is mérgesedett volna a viszony a klubban, hiszen például, hogy az MTK-val edzettél egy idő után, már nem a Fradival. Ugye, ami ahhoz vezetett, hogy esetleg ugye hazatérjek, ugye akkor volt pici, hát ilyen, nem volt úgymond ideális a helyzetem a Cardiffnál, és akkor szóba jött az, hogy esetleg haza tudnék jönni, viszont nem terveztem úgy, hogy úgymond hosszú távra, hanem úgymond átmeneti időre. Természetesen ugye a Fradi jött nálam szóba, hogy ide biztosan vissza tudnék jönni, és talán szívesen is látnának. Viszont, hogy pontosan hogy ki nem szerette volna, vagy mi volt pontosan a háttérben, azt én nem tudom, de tény az, hogy ugye nem sikerült ugye hazaigazolnom. Egészen eddig már, hogy breaking news, itt január 24-én, hogyha igazak a pletykák, akkor Gyepes Gábor visszatér a Fradiba? Igen, az öreg fiúkba fogok mindenki, aki esetleg nézni fogja ezt az adást, hogy nehogy elkezdje a haját tépni, hogy 40 évesen jönnék. Viccet félretéve, egészen odáig vissza kell menjek, hogy betöltöttem az öreg fiúk ugye, kort, ugye 34-et, ugye onnantól kezdve
nagyjából minden alkalom, amikor a Népligetbe összefutok. Vagy egy öreg fiúk játékossal, vagy a Bánki Dodival, aki ugye intézi, vagy a Csöpi Bával, aki meg ugye edző, vagy a Szűcs Misivel, aki ugye játékos, vagy a Keller Józsival, vagy a Palási Norbival, akkor mindig elhangzik a kérdés, hogy na, mikor jövök az öreg fiúkba. És hát most már nem kell kérdezni, mert így, hogy a megyei focit abba hagytam, ezáltal úgy mondom, a felnőtt futballt abba hagytam. Eldöntöttem, hogy akkor ugye a játékot azt meg nem fogom abba hagyni. Akkor a következő lépcsőfok meg a, hát egy Fradi öreg fiúk lesz. És lehet kicsit nagy zavar mondani, már folynak a papír munkák, és kikért, vagy ugye leadtam az intézőnek a papírokat, ki fogja kérni. Fizetési igény. Fizetési igény, halál plusz 2 éve szerződés. Úgyhogy várom, ez is egy érdekes ugye, tapasztalás lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor még jó sok bajnoki címet kívánok a Fradival. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. 2 hét múlva jön a következő Fradi Szív, jövő héten pedig top 9-el várjuk Önöket. A YouTube-on és a Facebookon az összes eddigi beszélgetést vissza tudják nézni, hogyha van kedvük, akkor tegyék meg, viszontlátásra.